Isten hozta. Ön az első világi tanár nálunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. És nagyon elkér itt a változás. Kezdjük a legelején. A nevem Mr. Franklin. Az, hogy miért vannak itt, nem tartozik rám. Adok egy tanácsot önnek. A lények, akiket itt tanít. Jó reggelt. Jó reggelt, uram. Nem tévesztendők össze az értelmes emberekkel. Jelenti John Fraternek. Hazudsz! Hogyan történt ez? Na, mit gondol? Van fogalma arról, milyen érzés, ha az embert így megverik. Ha tovább akar tanítani ebben az intézetben, ne tűzzön össze velem még egyszer. Ő itt a prefektus, ő tartja fenn a fegyelmet. Emlékeztetem, hogy köteles pontosan 9-kor megjelenni az osztályban. Szerintem lehet emberikben is fegyelmezni. Nekem kötelességem Isten előtt, hogy megvédjem a fiúkat a világ romlottságától. Ezt az éjféli gyakorlatot Mr. Franklinnek köszönhetitek. Erre nincs semmi szükség. Mit merészel, Mr. Franklin? Nagy hibát követett. Nagyon nagy hibát. Ellenségévé tette John Frater. Nézzem végig, hogy egy újabb védtelen gyerek arcát zúzza össze a korbáccsal. Miért nem hagyta Johnot, hogy megverje Dilénit? Az ember álljon ki néha azért, amiben hisz. Utoljára kérdezem, atyám, hajlandó rá vagy nem, hogy elküldje Mr. Franklin? Gyerekünk, hogy gazember!